Köszöntöm a Városi Televízió nézőit! Önök a Túri Hírmondó című műsorunkat látják 2023. június 29-én csütörtökön. A pontos idő 19 óra. Kérem, tekintsék meg mai műsorunk tartalmát. Sajt 32 mezőtúron. Nyári dekorációk, virágok. Június 28-án Romfa Hunor, azaz Sajt 32 látogatott el mezőtúra egy közönség találkozó keretein belül, amelyen a videózásról, a játékok világáról mesélt nekünk, majd a gyerekekkel együtt játszott. A részletekről Romfa Hunor nyilatkozott televíziónknak. A mai napon, június 28-án Sajt 32 látogatott mezőtúra a gyerekek nagy örömére. Hogy érezted magad nálunk? Számítottál-e ekkora közönségre? Nagyon-nagyon örülök, hogy ennyien eljöttek. Fogalmam sem volt, hogy mire számítatok, de hogy teltház volt, és ennyien voltak, és a hangulat is ilyen király volt. Én nagyon örülök neki, és hálás vagyok, hogy meghívtatok. A videóidat leginkább ugye gyerekek számára gyártod, de miért pont a gyerekeket céloztad meg? Fogalmam sincsen ezen, én is nagyon sokat szoktam gondolkozni, hogy miért nekik. Szerintem őket tudom így a legjobban elérni, őhozzájuk tudok szólni, meg én is egy kicsit gyerekes vagyok ahhoz képest, hogy 24 évesek, de ez van. Akkor ezek szerint könnyű a gyerekeket foglalkoztatni, így videóterén mennyire aktívak? Kommentek között nagyon aktívak, azért azt nem mondanám, hogy könnyű, hiszen mindig gondolkoznék, hogy valami jó legyen, valami új legyen, szóval nem elég az, hogyha mindig ugyanazzal foglalkoznék, szóval mindig többet szeretnék, jobbat mutatni, meg még tanítani is őket, szóval könnyűnek nem mondanám, de nagyon szeretem csinálni. Tapasztalatok alapján, vagy visszajelzések alapján sikeresnek érzed, amit csinálsz? Jelenleg nagyon annak érzem, így a találkozók miatt is, meg a YouTube-os kommentek, feliratkozások, lájkok alapján is. Most úgy érzem, hogy szerintem elememben vagyok. Az ötletek gyanánt is, meg így a visszajelzések miatt is. Vannak-e olyan videóid, amit leginkább szeretnek a gyerekek? Robloxból gyártok a legtöbbet, az egy játék, ami ingyenesen letölthető telefonra, tabletre, konzolokra is, de mondjuk a GTA 5-et is mostában nagyon szeretik, szóval ezzel a kettővel szoktam a legtöbbet játszani. Melyik az a videó szerinted, ami leginkább ösztönzi a gyerekeket, vagy próbálja tanítani? Én a rendőrséggel is dolgoztam együtt, hogy amikor hazaérnek az iskolába, akkor se az legyen az, hogy át az utcán körbenézés, meg minden nélkül, szóval arra nagyon figyelek, hogy valami építő jellegű is legyen a videómban, hogy ne csak az, hogy jól szórakozzanak, de hogy fejlődjenek is ebből a gyerekek. A közönség találkozó alkalmával már beszéltünk róla, de beszéljünk itt is, hogyha valaki szeretne videózni, vagy el szeretné kezdeni ezt a hobbit, akkor hogyan kezdjen bele, mit tanácsolsz neki? Nagyon fontos, hogy érdekelje az a dolog, amit csinál éppen, és az a játék, vagy éppen nem csak játszani lehet a YouTube-on, mindenféle dolgot lehet csinálni. Fontos, hogyha elkezdi, azt csinálja normálisan, és kihagyások nélkül, hiszen ez a siker kulcsa szerintem. A nyár elérkeztével a természet színei is pompáznak, virágok ezrei illatoznak. A szezon virágairól, dekoráció ötleteiről, virágösszeállításokról Bordács Mónika, a Monarda üzletvezetője nyilatkozott televíziónknak. Hamarosan július elejénél járunk, tehát a nyár már javában folyik, és itt vagyunk a Monardában, ahol rengeteg szép, színes, virágos kompozíciót láthatunk. Az idei évben, illetve ebben az időszakban melyek azok a virágok, amelyekből a legszebb kompozíciókat lehet készíteni, melyek a legkedveltebb virágok, illetve melyek a szezonális virágok, illetve milyen színeket ajánlasz hozzá? Hát most ugye véget ért a bazsarózsa szezon, ami egy hihetetlen őrület egyébként minden évben. Nagyon sok bazsarózsa megszállott van, és ilyenkor aztán tömegével lehet hozni a különféle színeket. Nagyon szép nemesítések vannak. Minden évben jönnek ki újabb színek, újabb formák, méretek, tartósságban mindenfélében, de ez most lefutott. Lehet még egyébként bazsarózsát kapni egész évben, de már nem a hazai termelőktől. Tehát most már amik jönnek, azok mindegyik importból jön, egyébként gyönyörű és nagyon minőségi virágokat lehet hozni, úgyhogy aki esetleg még szeretne esküvőre vagy csokorba rendelni, nyugodtan lehet.
Ami most szezonálisan elindult, ezek a nyári virágok, és elsősorban a levendula, ennek van most a nagy szezonja. Én most nagyon szívesen kötök például mezei virágokból, vagy olyan csokrokat egyáltalán, amik ilyen mezei virág hatásúak, mezei virág csokor hatásúak. Nagyon sokszor hozok kamillát például a piacról, hozok margarétát, hozok tehát nagyon szarkalábakat, ami kifejezetten olyan, mint hogyha kisétálnánk a rétre és szednénk egy nagy csokorvirágot. Szerintem ezeknek ilyen nagyon különleges hangulata van, és ezt ilyenkor ki kell használni, hogy most lehet ilyen virágokból kötni. Hát levendulából most aztán számtalan mindent lehet készíteni. Ugye mindenki, akik szeretnek kreatívkodni, otthon csinálják a kis illatzsákocskákat, mert én például minden évben csinálok levendula fagyit, ami ilyen nagy kedvencem, tehát ami nem kifejezetten virágkötészet, de mégis virágból lehet készíteni. Néha szoktam szappant főzni, biztos mások is készítenek otthon. És most például lesz egy workshop is, ami levendulára is épül, de nem csak levendula koszorúkat fogunk készíteni, hanem ilyen nyári koszorú készítő foglalkozásnak neveztem el, mert hogy többféle növényt és virágot, illetve kalászosokat fogunk használni, ezekből készítünk majd koszorút. Színvilágban gyakorlatilag most minden van a palettán, a lilától, a sárgáig, a fehéren át, ami tényleg a nagyon élénk pirosas színek most annyira nem, de egyébként ezek a nagyon nyárias, vidám színek, ezek most nagyon itt vannak. Virágokba gyakorlatilag a vágott virágokba most tényleg minden. Mindenféle van, formában is nagyon szép ilyen nyújtott csokrokat lehet készíteni. Nagyon, tehát ezek a szarkaláb típusú, inkább így foglalom össze, szarkaláb típusú virágok, ezek most hihetetlen méretekben megnőnek, és ezekből nagyon impozáns, hát nem csak csokrokat, hanem rendezvény dekorokat is nagyon szépeket lehet csinálni, ilyen kis ajtónálló őröket például, vagy akár egy esküvői boldogságkapunak az alsó díszítései, tehát ezek nagyon szépek. Gyönyörű, most már szabadföldi virágok természetesen mindenfélék vannak, most már nagyon szépek a hazai angol rózsák például, amikből lehet dolgozni, de most nagyon széles a paletta, úgyhogy igazából amit a szemszáj kíván, minden van. Hogyha valaki szeretne otthon egyedi díszt elkészíteni, akár asztali díszt, akár kopogtatót otthonra, akkor milyen színkombinációkat ajánlasz, hiszen itt láthatjuk, hogy kombinálod a lilát a kékkel, illetve a lilás kékes árnyalatok jelennek meg az egyik kompozíciódban, másik kompozíciódban fehér rózsaszín, vagy sárga, szürkés kék, tehát milyen színösszeállításokat ajánlasz? Igazából mivel a kínálat az a végtelen, tényleg, tehát bármi felé lehet nyúlni. Én mindig azt szoktam ajánlani, hogy mindenki a saját otthonához igazítva készítse el a színkom, a kis kreációit, vagy készítesse el. Én mindenféle, tehát én ilyen színorgiákat használok néha, de ez nálam abszolút ilyen hangulatfüggő, és illetve hát ahhoz a felkéréshez készül, amire éppen készítem. De hogyha otthon neki fog valaki, akkor mindenféleképpen azt ajánlom, hogy nézzen körül, hogy mik azok a meghatározó színek az otthonába, amihez lehet igazodni, és attól annyira nem érdemes azért eltérni, mert az egy ilyen diszonáns hangulatot fog kelteni. Hogyha valaki nem szeretne a művirágokhoz nyúlni, hanem mindenképpen élővirággal szeretne dolgozni, akkor mit ajánlasz, hogyan lehet tartósabbá tenni ezeket az élővirágokat, hogy minél több ideig díszítsék a lakásunkat? Hát ha élő virágból dolgozunk, és tartós dísz szeretnénk, akkor két dolgot kell figyelembe venni. Vagy olyan növényt kell használnunk, ami meg tud száradni, és szárazon is tud díszíteni egy otthont, vagy egy környezetet.
vagy pedig el kell fogadni, hogy a virág az egy mullandó dolog, és nyilván ki lehet tolni az élettartamát, erre vannak mindenféle kis apró fifikák. Mi virágosok is használunk mindenféle ilyen kis vegyszereket, amivel tartósabbá lehet tenni egy készítményt. Ezek nyilván otthon nem állnak rendelkezésre. Én azt szoktam ajánlani, hogy ha vágott virágot használunk, otthon vázába a legegyszerűbb dolog az a hipó, az minden háztartásban előfordul általában, abból egy cseppet, tehát itt nem deciket kell beleönteni a vázába, egy csepp hipót, hogyha beleöntenek a vázába, akkor az például egy picit lelassítja a bomlását a növénynek. Hogyha a vágott virágnak minden este visszavágjuk egy picit a szárát, vagy minden reggel, és frissítjük a vizét, az is tudja tartósítani. A leveleket mindig le kell húzni a virág szárakról, ugye amikor virágot kötünk, akkor eleve a kötéspont alatt, ahol fogjuk a növényt, az alatt már nem lehet levél. De azért otthon, amikor nyirkáljuk már vissza a virágokat, előfordul, hogy már elérkezünk a leveles területre, ezeket le kell húzni, róla le kell szedegetni, mert ez is gyorsítja a bomlási folyamatot. Szoktunk ajánlani még ilyen egy picike cukor a vízbe, például, ami szintén tud még rajta javítani. De egyszerűen ezt el kell fogadni, hogy a virág az egy gyönyörűséges dolog, de hát ez nem tart az életünk végéig, tehát ez az egy időszakos dolog. De vannak olyan virágok, mint a levendula is, például, amit most említettem, de nagyon sok egyéb virág is van. Például ezek a mostanában jöttek be ezek az afrikai, dél-amerikai növények, a proteafélék, amik gyönyörű szépen meg tudnak száradni, tehát akár később is nagyon szép díszítő értékkel rendelkeznek. Hát ugye nagyon sok pampát használunk mi virágosok, de hát itt a környezetünkben itt vannak a tavak, vizek, mi egy nagyon szerencsés helyen élünk, itt Mezőtúron, itt nagyon sok víz van a környezetünkben, gyönyörű nádak vannak például, amit be lehet tenni. Hogyha egy margaréta elnyílik például, akkor annak is a közepe például az megszárad, még az is szépen tud díszíteni. Tehát nagyon sok olyan kis fűfakóró van, amit be lehet tenni vázába, és hogyha ügyesen el tudjuk rendezgetni, akkor az nagyon szépen mutat. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet! Önök a Tóri Hírmondó című műsorunkat látták. Friss hírekkel holnap is várjuk Önöket. Addig is minden jót, viszontlátásra!